Jó estét kívánok! Holnap, vagyis január 12-én pénteken indul a Budapest-Bamako verseny, vagy túra, vagy egyszerűen csak egy őrület. Hát ez, szerintem ez egy komoly kérdés mindenkinek, aki elindul közben, de most itt van velem a stúdióban Varga Zsolt, aki most már másodszor vesz részt ezen a tulajdonképpen jótékonysági céllal is létrehozott versenyen. Versenyez? Jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljöttél. Jó estét kívánok, üdvözöllek. Mennyire versenyez? Mi ez egyébként? Versenynek verseny, tehát azért annyit kell tudni róla, hogy az autók több kategóriában fognak indulni ezen a megmérettetésen. Van klasszikus versenykategória is, van úgynevezett túra kategória, ami ahol szabadabban választott, hogy milyen útvonalon haladnak a versenyzők, és van ez a klasszikus buli kategória, amiről talán a leginkább ismert ez a rendezvény, ez a Bamako, Budapest-Bamako rally, ez az úgynevezett Spirit, ahol gyakorlatilag régi autókkal, mindenféle különlegességekkel is lehet indulni. Tehát ilyen három külön részre lehet a mezőny talán szedni ilyen szempontból. Ti ugye egy Land Rover Discovery-vel mentek, hárman fehérváriak, ugye mellettet Kósa József és Pécsi László lesz még ott az autóban. Ti melyik kategóriát választottátok? Mi a túrában megyünk, tehát az azt jelenti, hogy ugye egy terepjáróval fogunk részt venni a versenyen, tehát tervezzük, hogy a sivatagi etapokon is szeretnénk részt venni, de a saját tempónkban, a saját érzéseink szerint, tehát nem versenyben indulunk, hanem túrában. Mennyire átépített ez a terepjáró, vagy mennyire széria közeli, mennyit dolgoztok vele még esetleg a holnapi rajtig? Hát folyamatosan dolgozunk rajta, ugye azért azt tudni kell, hogy itt az egész szellemiségéhez hozzátartozik a versenynek, hogy itt általában azért mindenki régebbi gépekkel indul, tehát a mi útunk is 16 éves, tehát elemi érdekünk volt, hogy egy olyan állapotba hozzuk, hogy azért ezt a 9-10 ezer kilométert ezt biztonságosan meg lehessen vele tenni. Egy jó pár hónapot azért dolgoztunk rajta. Egyáltalán, hogy olyan állapotba kerüljön, hogy vélhetően ezt a hosszú utat kibírja, és nyilván meg is erősítettük jó pár helyen az autót, hogy a terepviszonyoknak is jobban megfeleljen. Te most már másodszor mész, tehát van egy Budapest-Bamako rutinod. Mire számítotok így az első alapján, amint te részt vettél, ugye a másik két kolléga, ők ugye újoncok lesznek? Érdekes a dolog, mert én könnyebbre számítok, mint voltunk. Én 7 évvel ezelőtt voltam kint, akkor egy Lada Nivával voltunk, és azt tényleg el tudom mondani, hogy az egy embert próbáló történet volt. És valószínűleg ennek köszönhető az is, hogy most is megyek, mert most is vendégként hívtak az egyik csapathoz, akikkel régen voltunk együtt. Valahol gondolom ez az elismerése az akkori Nivás indulásunknak, de azt a vége az lett, hogy önálló csapattal indulunk újra. Tehát én szerintem azért egy Land Rover megmérettetésben egy kicsit talán alkalmasabb. Csak hogy egy egyszerű dolgot említsünk. Bár a mindenhol elmegy, azt mondják. Igen, nem is volt, hogy semmi baj, végment, nagyon becsületesen, tehát én mai napig a szívemhez nőtt Iván a Nivánk. Hát apróbb, hogy mondjuk kényelmi problémák voltak, például egész Afrikába fűtéssel kellett mennünk, ami némileg kellemetlené tudja tenni, az amúgy is egész jó éghajlati viszonyokat, tehát jó 60 fokok voltak sokszor a Niván belül, azért ez most egy másik kategória ez az autó. Tudtátok tesztelni egyébként, hogy mit bír? Igen, tudtuk, tehát van egy rendkívül kedves barátom, aki akkoriban bevezetett a rallik rejtelmei, bizonyára te is ismered, Nagy Zoltán Péternek hívják, és ugye akkoriban ő megmutatta, hogy ők hol szoktak tesztelni itt Csor feletti részen, és ahol a Nivát teszteltük, ott teszteltük most a Land Rovert is, hát tudta azt, amit a Nivával meg tudtunk csinálni. Tudta, vagy többet tud? Többet tud. És a fűtéssel? Rendben lesz a fűtés. Fűtést is teszteltünk, sőt, klíma is van bent. Sőt, hát ami azért egy nagyon nagy különbség lesz, és szintén azt gondolom, hogy könnyebbé teszi a dolgunkat, hogy azért tudjuk, hogy tényleg imádnivalóak ezek a Nivák, de nem arra valók, hogy nagy távolságot tegyen meg velük az ember,
tehát mondjuk ilyen 80-90-es tempóra volt kalibrálva a régi autónk, azért a Land Roverrel egy kicsit erősebb tempót is tudunk majd diktálni. Tehát olyan 120-as körüli tempóra lőttük be a teszteléseknél az autót, én úgy érzem, hogy országúti részen azzal nem lesz gond, azért az már egy óriási különbség a nagy távolságoknál, hogy mondjuk 90-nel tudjuk megtenni, vagy mondjuk 120-szal. És hogy kell elképzelni, mert ugye az ember arcával ugye legtöbbször a médián keresztül, mondjuk az Afrika rész, vagy éppen a Dakar az, ami bejön, és ugye ott azt látjuk, hogy hát külsőleg valamelyest hasonlítanak az autók arra, amit az ember utcára használ, de hát belül tulajdonképpen minden más. Most említetted, hogy fűtés meg klíma azért lesz, vagy van a Land Roverben. Tehát ez hogy néz ki, hogy belül teljesen széria, vagy ezt ugyanúgy meg kell erősíteni bukócsövekkel, más lengőkarok, stb. Tehát mennyit, mit és hogyan kellett benne átépíteni, és mekkora munka volt ez? Ezzel most nem olyan sokat építettünk át, ugyanis van egy elemi dolog, aminek meg kell felelnünk, az pedig mindent viszünk magunkkal. Tehát gyakorlatilag most mi cirka 18 napot leszünk kint, tehát ebbe az autóba fogunk kvázi élni. Tehát az azt jelenti, hogy hát azért három embernek van egy viszonylag nagy tömeg, amit muszáj elvinni, mert étkeznünk kell, innunk kell, felszerelésünk lesz, stb. Tehát emiatt ugye azért sok mindent nem tudunk arra részre áldozni az autóból, hogy bukócsövezés és egyéb dolgok, tehát belül egyébként teljesen hagyományos az autó, és ami még rosszabb a menet tulajdonságokat általában hátrányosan érintő, hogy egy óriási nagy tetőtartó van rajta, ami az is tele lesz pakolva, tehát ott lesznek fönt az olyan felszereléseink, mint az üzemanyagkannáink, tartalék kerekeink, stb. Tehát jóval magasabb lesz ráadásul az autónak a súlypontja, mint egy átlagos esetben. Tehát az autót akkor fölkészítettétek, de ti mennyire kellett, hogy fölkészüljetek? Hiszen az így, most a mentális dolog az egy része a történetnek, de hát ugye 8629 kilométer a verseny hivatalos tárgya, te említetted, hogy 9-10 ezer az, amit majd fogtok teljesíteni. Hát ez egy napi 530 fölötti kilométer számot jelent, ami csak a tényleges távot jelenti, de hát erre az nyilván fizikálisan is föl kell készülni. Mennyit tudtatok, vagy készültetek egyáltalán, vagy tényleg csak egy ilyen bujnak fogjátok föl, aztán lesz, ami lesz? Hát ez egy érdekes dolog egyébként, mert tehát én visszaemlékezem, nyilván próbálom hasonlítani a régi futamhoz a mostanit, hát akkor sokkal jobban fölkészültünk. Azt hiszem, hogy most kicsit beleestünk abba a csapdába, hogy mi már, vagy kvázi én rutinos vagyok, és ott már úgyis minden simán fog menni. És most az utolsó napokban egy kicsit én is úgy érzem, hogy bele is feszültünk ebbe a történetbe, mert némileg kapkodássá vált talán. De ez látszik is rajta, lassan az éjszakákat is az autó környékén töltjük, tehát például most éjszaka a matricázása folyt, és az sem készült el, tehát mai nap még matricázunk, még pakolunk, még szerelünk, és hát emellett arra már, hogy még egyéb nekikészülések is foglalkozunk, már nem nagyon maradt idő, de azt gondolom, hogy ez is egy egészen jó fizikális terhelést jelent, amit mostanában csinálunk. Arról lehet-e mondani pár szót, hogy ha mondjuk valakinek van egy ilyen 16-17 éves terepjárója, ami megvan, hogy mondjuk nagyságrendileg egy ilyen Budapest Bamako, az mennyibe kerül? Hogyha most itt valaki ennek beszélgetés kapcsán úgy dönt, hogy majd két év múlva, amikor a következő lesz, akkor esetleg neki vágna ő is. Hát én azt gondolom, hogy azért elég sokba került, tehát ez egy viszonylag egyszerű matematika, tehát végtankolni kell az autót. Ez azért kiszámolható 10 000 kilométer alatt az autónak a fogyasztása. Nyilván az autóra is azért kell bőségesen költeni, hogy ennek megfeleljen, illetve hát azért ez alatt az idő alatt a csapatnak a egyéb költségét is biztosítani kell. Tehát itt hallottam különböző becsléseket, hogy ki mennyiből tudja kihozni. Alapvetően, hogyha azt nézzük, hogy az autó is ennek az egésznek a költségvetéshez hozzátartozik, azért ez egy jó, szerintem inkább 3 millió forintos nagyságrendű költést tud jelenteni. Most mi ezt azzal próbáljuk azért egy kicsit ellensúlyozni, hogy bár múltkor azt mondtuk, hogy hazahozzuk az autót, azt mégsem tudtuk hazahozni, most azt mondjuk, hogy hazahozzuk az autót, és haza is fogjuk hozni. Tehát, hogy... Az egy érdekes kérdés egyébként, mert a hegymászók esetében is nagyon sokszor csak arról beszélünk, hogy föl kell menni, sokkal nehezebb lejönni. Hogy jön haza az autó?
Gondolom nem vezettek még haza utána 10.000 kilométert. Nem fog tudni beleférni a programunkba, de jelenleg már, tehát van olyan csapaton kívüli tag, aki vállalta, hogy ő haza fogja hozni az autót, tehát kvázi ők lából jönnek haza, mi repülővel fogunk hazajönni, de jelenleg van erre megoldásunk, hogy az autónk az lábon haza fog jönni, tehát 20.000 kilométeres lesz a táv után. Van-e valami célotok, amivel most odaálltok? Azon kívül nyilván szeretnétek épségben és egészségben Gambiába megérkezni, ahol majd a verseny célja lesz. Hát azt gondolom, hogy a célunk az az lesz, hogy megint tanuljunk. Ez egy fontos cél. Én legalábbis azt gondolom. Tehát én az első futamon is azt tanultam, hogy ami itt nálunk kézenfekvő, hogy benyúlok a hűtőbe és van, vagy oda megyek a kapcsolóhoz és fölkapcsolom, ott semmi nem kézenfekvő, hogy van mit enni, van mit inni, van mibe fürödni. Tehát ez, szerintem ez egy ilyen nagyon-nagyon fontos ebbe az egész történetbe, hogy egy sok mindent helyre tud tenni az embernek a gondolkodásába. Illetve most is ugyanúgy megyünk, mint 7 éve is csináltuk, hogy viszünk segítséget is. Tehát most is egy iskolát szeretnénk mi külön a mi csapatunk támogatni. Tehát van két egészen komoly nagy dobozunk, ami szinte helyet szorítottunk az autóban, mert iskolai felszereléseket fogunk vinni egy szenegáli iskolába. Hát pont erre akartam rátérni, ugye, hogy nagyon fontos része a Budapest Bamako-nak a jótékonykodás. Ilyenkor mindenki saját maga választja meg, hogy hova, mit visz, hol, mit segít, vagy van egy hát nagyon rossz kifejezéssel élve egy étlap, amit a szervezők fölkínálnak, hogy ide és ide is lehet vinni, vagy hogy néz ez ki a Budapest Bamako esetében? Minden egyes futamnak van egy önálló célja, hogy hova megyünk és mit segítünk, ez gyakorlatilag ez a teljes mezőnynek ez egy célja, most KUT létrehozása lesz az egyik ilyen. Mi úgy érezzük, vagy én személy szerint is úgy érzem, és ezt én javasoltam a csapattagoknak, hogy az viszont az egy sokkal személyesebb dolog, hogyha mi saját magunk is viszünk támogatást. Az egy nagyon megható része volt a régi futamnak is, amikor tényleg semmi más nem csináltunk, csak megálltunk egy általunk kiválasztott iskola előtt, és bekopogtattunk, és megkérdeztük, hogy itt lenne egy apró ajándék, amit szeretnénk átadni, hogy szívesen fogadnák, és tényleg összegyűlt az egész iskola, rengeteg apró kis lurkó, hihetetlen módon örültek neki. Mi igazából ezt a vonalat szeretnénk az idén is, tehát nem annyira a közös adakozásra vettünk most részt, hanem mi saját magunk szeretnénk eljuttatni a célba azt, amit mi gondolunk. Hova visztek? Megvan-e már az iskola? Nincs. Most is ugyanazt fogjuk csinálni, be van téve az autóba, és ott azért majd látszik, amikor megyünk, hogy hol van szükség jobban segítségre a falvak állapotából, az utak állapotából. Most is szerintem meg fogjuk találni azt az iskolát, hogy jó szívvel tudjuk ezt átadni. Amikor 7 éve kint voltál és végigcsináltátok, utána nagyon másként láttál mindent? Persze. Amikor hazajöttél? Mi volt a legfontosabb üzenet, amit magaddal hoztál akkor Afrikából? Hát ez egy furcsa dolog, mert hogy erről már beszéltem egy pár embernek, és akkor ez nyilván kívülről hallgatni, ez egy ilyen hihetetlen dolog valahol. De mi tényleg a Nívával úgy csináltuk végig, hogy a Nívába aludtunk, húskonzervet ettünk, kétszer sült el, mit tudom én, jó, hogyha háromszor fürödtünk az egész futam alatt egy liter ásványvízbe, stb. Tehát ezt végigcsináltuk. És meg lehetett csinálni, nem lett tőle semmi bajunk, és amikor hazaértem, az volt a legelső reakcióm, hogy nyilván boldogan vált a családom, a barátaim, egy kvázi egy ünneplő tömeg fogadott oda az a lakásomba, meleg étellel, egy forró zuhannyal és egy puha meleg ágyal, és arra konkrétan az első nap a földön aludtam a szobámba, és mondtam, hogy én ezt most így nem tudom egyszerre. Tehát most csak megmosakszom, majd holnap lezuhanyzom, a földön szeretnék aludni,
és igazából egy leves az nekem bőven elég, és úgy éreztem, hogy ezt most én így nem is tudnám ezt így egyszerre, hogy tudnék, tegnap még kétszer sültetettem, és földön feküdtem, meg minden, és akkor most mit jönnek itt nekem háromfogásos vacsorával, és forró fürdővel, meg puha ágyjal. És akkor napokig tartott például az, amíg így az ember fejébe is vissza tudott állni, hogy hát itt ez a normális, és Afrikában pedig más. És lelkileg nehéz ez a 2,5 hét, ugye 16 nap lesz most a futam. Tehát azt gondolom, hogy az ember elgondolkozik azon, amit ott lát, akkor ez tényleg egy olyan történet, amire kell egy kis idő, hogy feldolgozzuk. Talán még riportban is mondtuk akkoriban, hogy teljesen egyértelmű volt a döntés, hogy soha többet nem megyünk még Afrikába se. Tehát ott ez egy kicsit ráült az emberre ez az egész történet. Aztán ahogy szép lassan úgy feldolgoztuk magunkba, nyilván megértettük az értékeit ennek a dolognak, hogy mi történik, az információkat összetudtuk szedni, és hát ugye most megint megyek, tehát elég sok minden. De ennél azért ehhez el kellett tenni egy jó időnek. De nyilván ez most egészen más lesz másodszor visszamenni. Most lehet, hogy aztán még újabb impulzusok érnek, még több mindent tudsz beszippantani magadból, mint az első út alkalmával. Igen, tehát azt nyilván tudni kell egyébként erről a futamról, hogy ez nem egy pályaverseny, tehát nincsen egy felrajzolt útvonal Budapesttől Bamakóig, hanem folyamatosan változik évről évre az állomások, hogy merre megyünk, mit érintünk, mit nem érintünk, tehát ez gyakorlatilag minden évben újraindulva mindig új és új élmény maga. Csodálatos helyeken fogunk menni, egy csomó olyan helyen, ahol mondjuk épesző ember saját magától biztos nem is menne. Tehát azért Mauritánia például kifejezetten nem az az ország, ahol szívesen látják a turistákat. Ott gondolom idén is az lesz, mint ami amikor voltam volt. Tehát katonailag őrzött táborokban leszünk, jippes, gépfegyveres, teljes őrizettel. Ott ez így működik. Tehát mindig más is, és más ez az egész, tehát én sok újdonságra számítok. Na beszéljünk egy picit az útvonalról, ugye holnap indultok meg Budapestről, ahogy én olvastam, ugye az első etap az egy ilyen 4 napos maratoni etap lesz majd, magyar és szlovén földutakon különböző feladatokkal, milyen feladatokat kell végrehajtani? Szerintem mi az európai részen, ugye itt két, ezt gyorsan elmondom, hogy két része van a mezőnynek. Működik ez a történet, hogy itt van az elején egy kis időtöltés ezzel az európai szakasszal, és utána pedig Genovából van egy kompolás elég hosszú idő alatt Afrikába. Mi eljött úgy döntöttünk, hogy mi nem kompa szeretnénk a táv egy jelentős részét teljesíteni autóval, tehát minden el fogunk indulni Budapestről, és lemegyünk egészen Gibraltárig, és ott fogunk átmenni, ami egy egészen rövid, egy ilyen 1-1.5 órás komp út, de azért ez egy hosszú szakasz, tehát ez a legelső afrikai állomásig azt hiszem 3000-valahány száz kilométer kell megtenni, tehát mi ezt most úgy fogjuk csinálni, hogy holnap kettőkor elrajtolunk, és megyünk, ahogy tudunk, vagy jól érünk. A mezőn mekkora része döntött egyébként, ugyanígy, mint ti, ezt lehetett tudni? Hát általában ez a kisebb része. Tehát a többiek inkább maradnak, vagy csinálják a feladatokat, és akkor mennek Génovából. Utána pedig jön Marokkó, Mauritánia, Szenegál, és majd Gambia a végén. Ezek közül Mauritánia a legkeményebb? Mindegyikben van kemény egyébként. Tehát a Marokkóban, amit én imádtam, hogy ilyen hihetetlenül változatos történet, tehát elindulunk mondjuk egy bozótos jellegű területről, fölmegyünk mondjuk az Atlaszba a hóhatár fölé, és mondjuk aznap még leérünk a sivatagba, tehát ez egy óriási élmény valahol. Utána ugye Marokkónak a része Nyugat-Szahara, az megint egy léleggyilkos, a végtelen egyenes útjaival és ingerszegény környezetével, tehát az szerintem az megint egy ilyen embert próbáló dolog. Mauritániában azért ott folyamatosan érzi majd az ember a veszélyhelyzetet, tehát ott azt tartom egy ilyen megpróbáltatásnak,
és hát Szenegálba pedig már mindenki szeretne majd gyorsan a célba jutni, ebbe is biztos vagyok. Mennyi időt töltöttetek együtt eddig a két társaddal? Hiszen most egy 10 napot össze lesztek zárva. Azért az nem olyan, hogy este lemegyek inni egy sört a haverokkal, vagy elmegyek egy hétre közös családi nyaralásra, tehát 16 napon keresztül, reggel, délben, este, éjjel együtt kell lenni. Van. Hát valamelyik nap pont erről beszélgettünk baráti társaságban. A társaságnak volt olyan tagja, aki azt mondta, hogy Gibraltárig sem fogunk eljutni, de ha valamelyikünk már biztos hazajön. Ez egy nagyon nehéz egyébként, ezt teljesen jól látod, hogy 16 napig teljesen napi 24 órában összezárva lenni. Azért ez egy fontos dolog, hogy a Kósa Józsi barátommal azért általános iskola padjaiban is együtt töltünk, és a sajnos nem tegnap volt már, tehát azért itt egy 43-44 éves barátság van mögöttünk, elég sok helyen voltunk már együtt, tehát én bízom benne, hogy ezt a dolgot is meg fogjuk oldani, és hát egyébként Lacival is még a foci csapatban is együtt kergetgettük a labdát, tehát ő sem úgy csatlakozott hozzánk, hogy tegnap találkoztunk valahogy, szia-szia, jössze, persze jövök. És hogy kell elképzelni, te le vannak hozzá mondjuk előre a feladatok, hogy ki hol vezet, mindenki vezet-e egyáltalán, van, aki inkább jobb a adott esetben a navigálásban, hogy kell ezt nátok elképzelni? Hát nyilván cserégetni fogjuk egymást, azért ez egy nagyon nagy távolság, és a távolság mellett még azért azt is érdemes kiemelni, hogy tehát nyilván vannak olyan szakaszok, ahol nem is a távolság a mérvadó, mert én emlékszem rá, hogy amikor volt, hogy reggel megnéztük az itinert, és mondtuk, hogy 300 kilométer, na ma lesz egy laza napunk, és mondjuk hajnali 2-ig, mert mondjuk 2-esben nem tudtuk tenni az autót, olyan terepeken mentünk, tehát azért ez egy csalóka, itt nem csak kilométerben érdemes ezt az egészet mérni, tehát én azt gondolom, hogy napi ilyen átlag, ilyen 10 órákat, 10-12 órákat fogunk autózni, és utána nehéz lesz azért kipihenni is magát az embernek, mert elég sok helyen hát nem ideálisak a feltételek a pihenéshez, tehát mindenképpen fontos az, hogy cserélgessük egymást. A másik pedig, ami fontos, hogy azért itt elég fontos az, hogy tisztában legyünk mindenki a saját képességével, és erre építsünk. Ezt is megtanultuk 7 évvel ezelőtt, akkor én sokat elemeztük is ezt. Az akkori társam például általában a nappali szakaszokon vezetett, én meg általában az éjszakaiakon, mert azt vettük észre, hogy igen, ő például éjszaka, hogy mondjam, lassultak a reflexeim, viszont a napsütéssel voltam úgy, hogy úristen, hát ez állandóan az szembesült, hogy tudunk úgy menni, hogy mindig a napnak kell menni, és akkor ezt úgy megtanultuk, hogy figyelj Tibi, akkor te vezetsz, amikor szembe megyünk a nappal, én vezetek akkor, amikor sötét van, de szerintem ez most is ki fog pillanatokon belül alakulni, hogy ki miben jobb. És az érdekünk közösen, hogy mindenki azt csinálja, amit meg is tud csinálni. És végül még egy kérdés, ugye többször is utaltál rá itt a beszélgetés alatt erre a kontrasztra, ami Afrika is mondjuk csak itt Magyarország között van, hogy alapvetően elküldeni mindenkit egy ilyen Budapestbe Makóra, hogy ezt látni kell, ezt igen. A részét? Igen. Komolyan mondom, hogy ez egy ilyen, tudom mindenkinek javasolni, hogyha van rá lehetősége, egy ilyen dolgot érdemes úgy kipróbálni, hogy minél direktebben lássa az ember, hogy mi történik ezeken a helyeken. Holnap akkor rajt. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon sok sikert kívánok nektek, és hát akkor majd utána akkor várunk benneteket egy élménybeszámolóra, hogy milyen volt ez. Köszönjük szépen, köszönöm, hogy itt lehettem, hogy meghallgattatok, és bízom benne, hogy egy nagyon sikeres útról fogok majd tudni utána beszámolni. Úgy legyen, köszönöm szépen még egyszer. Önök pedig, hogyha nyomon akarják követni az egyébként UFC névre hallgató hármas, vagy hát egészen pontosan a Land Roverrel kiegészülve 4-es menetelését a gambiai célba, akkor a verseny, a Budapest-Bamako verseny honlapján a 73-as rajtszámot keressék, és akkor ott szerintem majd látni fognak mindent. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak, viszontlátásra!